Mára egy mesét készítettünk elő. Egy fiatal emberről szól, aki életkora szerint még 30 éves sincs. Ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, ismerve a történetét, hogy voltak éppen mindent megélt, amit ember nem 30, hanem akár 90, vagy nagy Isten 100 év alatt is megélhet. Mióta a beceneved az, hogy maffia? Körülbelül 13-14 éves korom óta. És miért kaptad éppen ezt a nevet? Mézga Gézában úgy hívták a fekete macskát, hogy maffia. Úgy is neveznek néha, hogy macska, meg maffia. Ja, ez nem azzal volt összefüggésben, hogy eléggé kusza, vagy hogy úgy mondjam, renitens gyermek voltál esetleg? Hippi divat volt végül is a fiatalok között. Meg voltak csövesek, popperek, meg mit tudom én, milyen irányzatok. És ezek közül én a hippikhez tartoztam, tehát csövesekhez végül is. Május 1-én egyszer a hajam be volt festve nemzeti színűre. De ez szóval egyszerű festéke, tehát amit vízzel lemoshatsz. Oda jött hozzám a rendőr, kaptam egy nagyon nagy pofont, kiszakította a fülemmel a fülbevalót. Aztán... Te se hagytad ennyibe persze. Nem, elmentem. Igen? Figyelj, de ő rajta egy egyenruha volt, rajtam meg csak egy egyszerű szakadt farmer. Kész. De utána egyszer anyám elküldött a fodrászhoz, és kihidrogéneztettem a hajamat. Tehát ő azért küldte, hogy levágassam. Én kihidrogéneztettem a felét vörösre, a másik felét feketére. Tehát felvettem egy tigris nadrágot, és megélhettem otthon. Soha többé nem küldött fodrászhoz. Szóval ilyen gyerek voltam. Mindez persze egy kisvárosban még nagyobb feltűnés keltett. Ez mondjuk a 70-es évek második felére esett körülbelül? Igen, inkább. Mit tanultál? Általános iskola után beiratkoztam egy ipari szakmunkásképzőbe. Külső és belső hálózati villanyszerelőnek tanultam. Tehát ebbe bele lehet érteni, hogy kint a villanypóznán mászkálsz. Mondjuk én soha életemben nem másztam fel, mert ahol tanuló voltam, ott ilyen például depalettizáló gépeket, de tehát a villanyszerelési részüket legalábbis, azokat kellett csinálnunk. Tehát nyugodt körülmények között, meleg műhelyben dolgozgatni. Ezt az iskolát be is fejezted? Hát éppen két hónappal a befejezés előtt diszidáltam. Lázadó virág. Isten hozta lázadó virágok birodalmába. Kinyitom szívemet szemeiknek, fogadják el hitemet. Fekete rózsa vagyok, és Istenem megóvja önöket, kik a fényben születtek. Nagyon szerelmes voltam egy lányba, reménytelenül, hozzáteszem. Vagyis az elején jól ment, aztán nem, szóval azt tudtam meg, hogy miért van vége meg minden, és meg akartam halni. Nagyon szerettem. De az öngyilkossághoz talán gyáva voltam. Rászoktam az alkoholra, cigarettára, meg minden, és egyszerűen rájöttem, nem tudok így élni, meg így hülyeség is élnem, és gondoltam, elmegyek. Szóval azért mentem el végül is, hogy hát elhagyjam az országot, és keressem a halált, komolyan mondom. Végül is úgy volt, hogy
hogy egy turista útra megyek, tudod? Tehát mit tudom én, egy hétre Olaszországba, és egyik munkatársam is jön velem, tehát ő felnőtt korú volt. Tehát már megbeszéltük együtt, hogy tehát ő is kint marad. Megérkeztünk Chiesolóba, ez Velencétől egy olyan 60 kilométerre van körülbelül Olaszországban, tehát közvetlenül a jugoszláv határtól nem messze, és ott, onnan a csoporttól érted elmentünk. Az illető személy az velem maradt 4-5 óra hosszáig, utána már nem bírta a gyaloglást az autópályán, és azt mondta, hogy te van fia, menjünk vissza. Köszöntem neki, és mondtam neki, hogy minden út Rómába vezet, és mentem tovább egyedül. Hogy minden út Rómába vezet? Persze. És valóban Róma volt a cél? Nekem igen. Miért? Nem tudom. Ja, romantika oká. Látni akartam Rómát. Uh-huh. Voltam vele, ha már Olaszországban vagyok, megnézem Rómát. Livornóba megérkeztem, egy doboz Coca-Colát tudtam magamnak venni, annyi pénzem volt, semmi több. Megérkeztem ott egy tigris nadrágban, mellényben, félfejem vörös, másik fekete, fülbehaló, egy katonai hátizsák a hátamon, és akkor egy doboz Coca-Colát ittam. Még meg se ittam a kólámat, érted, rámugrott, hogy 3-4 férfi, letepertek a földre, megbilincseltek, mint beszélt ott nekem Dover a droga, szóval, hogy hol van a kábítószer, akkor még nem értettem, csak lestem, mint tényleg a kis hülye gyerek. Bevittek, átkutottak, minden, bocsánat, találtak nálam egy vadászt, kést. Kés volt, mert a penge nem volt nagyon, mint a tenyerem. Édesapámtól kaptam emlékben, nagyon régen. Szóval azt megtalálták nálam, és erre a rendőrfőnök azt mondta, hogy tudom-e, hogy ezért legalább 2 hónapig engem bezárathatna. Mondtam neki, hát állok elében, és mit mondjak neki? De el kell mondani, hogy hozott egy tolmácsot, tehát egy tolmács segítségével beszélgettünk, mert a szótára nagyon nehezen ment a dolog. És szóval én mosolyogtam egész végig. És megkérdeztem, hogy miért mosolygok? Mondtam neki, hogy mert nagyon tetszik ez az egész világ itt, meg minden, szimpatikus az Olaszország. Valójában pedig azért mosolyogtam, mert az ingujjomban ott volt egy rugós kés, amit jeszóba vettem. Tehát egy bicskáját, amiért 2 hónapot akart adni. Szóval érted, hogy miért mosolygok. Igen. De nem, ezt meg nem is találták meg. Onnan hogy szabadultál? Mondtam neki, hogy egy csoporttal jöttem be az országba, de eltévedtem, egyedül maradtam, és most már a nagykövetségre szeretnék menni, hogy valahogy elintézem azt, hogy hazakerüljek az országomba. Erre felérted, ő írt nekem... Ez persze nem volt igaz. Hát persze, hogy mondta. Nem. Hát valahogy ki kell jönni onnan. Felraktak a vonatra, aznap éjszaka megérkeztem Rómába, kimentem ott az éjszakába, és nem messze a pályaudvartól. Tehát a pályaudvar előtt, érted, egy olyan 300-400 méterre van egy nagy park. Van ott több is végül is, de az egyik parkba érted ott kényelmesen. Leültem és ott vártam. De mire? Mire számíthattál? Vagy mire gondoltál, hogy mi fog következni? Nem, szóval nem mertem lefeküdni, aludni, mert nem tudtam, hogy most elvágják a torkomat, nem vágják el a torkomat, most nem akartam fej vagy írással eldönteni. Végülis odajött hozzám egy srác, kért tőlem egy szál cigarettát. Talán szerencsém az volt, hogy adtam neki cigarettát. Szóval elég nagyképűen kérte azt a szál cigarettát, de adtam neki, mert úgy voltam vele, hogy hát van még 5 szál, most egyek kevesebb vagy több, teljesen mindegy. Meg hát amúgy is egy. Ha van, akkor bárkinek. Ha nincs, akkor meg úgyse tudok mit. Giuseppének hívták a srácot. Másnap érted, bemutatott egy csomó srácnak, lányoknak, meg mit tudom én még kiknek. Szóval egy egész... Ott a parkban? Persze, egy egész nagy társaságnak. Viszont befogadott a parki közönség. Persze, egy ilyen, ez kimondottan tényleg csövesek voltak. Tehát akinek semmiük, senkiük. Volt közöttük egy idős asszony, olyan 50-55 év körüli, ő valamikor a Vöröskeresztnél dolgozott. Tehát tényleg egy ilyen nagyon jó szívű valaki volt, ő kezdett el tanítgatni olaszul, meg ő vigyázott mindig a társaság utcaira. A többiek mentek, érted, zsebmetszők voltak, meg mit tudom, szóval ilyen fazonok, érted, mentek össze-vissza dolgozni, Szára, úgy hívták dolgozni. A hölgyet, ő hát átvitt értelemben, ő pedig vigyázott a csapat utcára, meg mindenre. Fényes nappal ülünk a parkban, egyszer csak iszonyatos nagy lövöldözés támad, az emberek elkezdenek rohanni jobbra-balra, és mindenhonnan rendőrök, csendőrök, de olyan gyorsan kerültek el, hogy ez eszméletlen volt. Életemben először láttam, hogy nagyon csodálkoztam, meg megijedtem, meg stb. De szóval nem is tudtam annyira közelökbe menni, meg nem is akartam, az igazság. Uh-huh. És este felé már kezdtem kérdezni a szállától, hogy mi van, hát hol vannak a fiúk, meg minden, és akkor csak annyit mondott, érted, hogy akik délután ott lövöldöztek, ők voltak, meghaltak, meg menjek el, hogy jobb lesz itt. Ennyi volt.
kijelentés. Én a hontalan szívem mélyén magyar maradtam. Tengerkék szemeikben sok bűnt követtem el. Nem magyarázom tetteimet. Költőjükké válok, s jobban fognak szeretni, mint a valóságot. Hova indultál ilyen élmények után? Nem tudtam, hogy milyenek a határok. Én úgy gondoltam, olyan, mint Magyarországon, tehát körül van véve drótkerítéssel, szöges dróttal, mit tudom én, mivel különböző csapdák, fegyveres katonák, meg mit tudom én. És szóval tudtam, hogy szöknöm kell. Ráadásul szakadt az eső, vagy 3 napja. Kajám semmi, pénzem semmi. Na, de menni meg kell. Szóval mindig magamban érted, mondtam, mafia, mennyi vagy meghalsz. Kész. Szóval, mondogatod magad? Persze, mondtam magamnak, hogy nem lehet itt szórakozni. Esett az eső, érted? Volt, hogy levetkőztem mesztelene, és egy tornáztam egyet meg ilyenek. Szóval hagytam a tucomat szárítani, ott a tengerparton meg ilyen dolgok voltak. Egyszer találkoztam csak egy emberrel, ezen a határsáv áthaladáson. Őtőle kaptam egy doboz cigarettát, egy vodkát, egy meleg kávét, meg egy szendvicset. Ő ott élt, tehát valami háza volt ott? Vagy? Ez Olaszországban élt, a tengerparton. Uh-huh. Én azt hittem, hogy egy halász, kiderült, hogy egy banktisztviselő volt. És akkor átkerültél francia oldalra? Ő segített nekem annyiban, hogy egy kicsit elmagyarázta, hogy merre menjek, meg merre ne menjek. Nem kérdezte, hogy miért megyek, vagy honnan jövök, vagy ki vagyok. Szóval semmit nem kérdezett tőlem, segített rajtam emberségben. Látta, hogy hogy nézek ki, látta azt, hogy nem rohantam le ott őt, vagy nem támadtam meg, hanem csak, szóval nem is szóltam ő hozzá, csak a házának az eresze alá beálltam az eső elő egy kis időre, és ő hívott be. Éjszaka értem át francia oldalra, egy hegy, nem, végülis nem hegy, de elég nagy domb csúcsára, így mondhatnám. Na és végül is leértem az autópályára, stoppolni próbáltam. Senki nem áll meg, mindenki dudál, érted, menjek le az autópályáról, meg stb. Szakad az eső, hát de nem is próbáltam stoppolni, csak mentem, érted. Befelé. Nem tudtad hova, nem tudtad? Nem, csak mentem. Úgy milyen voltam, irányba? Franciaországban vagyok, legközelebbi városig megyek és kész. Egyszer csak fékezett mellettem egy autó, csendőrség volt, érted? Na, mondom, ez jól kezdődik. Tehát zsandármeri. Kérdezősködni próbáltak, persze meg se tudtam szólalni. Annyit mondtam nekik, hogy Paris Légion. Tehát ezt egy francia nemzetiségű srác mondta nekem Rómában. Ha jönnek így a zsarug, akkor mondjam csak nyugodtan, hogy Párizsba akarok menni, meg mondjam azt, hogy a Légióban, és akkor nem lesz semmi baj. Hát én ezt mondtam, bevették ők, tovább mentek. Jó. 5 perc múlva jött egy másik autó, ők nem vették be, magukkal vittek. És itt kezdődtek a dolgok. Szóval elvittek Mentonba, tehát a határőrség állomásához. Ott felajánlották nekem, szóval, hogy vagy tényleg elmegyek a Légióba, vagy visszatesznek Olaszországba. Úgy voltam benne, hogy Olaszországba nem igen megyek vissza, mert onnan meg már haza akartak küldeni, tehát közben ugye Magyarország kérte a kiadatásomat. Szülők idegeskedtek meg, stb. Szóval utána jártak. Tényleg a szülők adatnak. Közben értesültek mindenről? Tehát ők nem voltak előre beavatva ebbe, hogy nem, kint maradsz? Nem. Nem tudtam, szóval nem értettem, hogy végül is mi lenne ez a Légió. Tehát nem tudtam, hogy most itt mi lesz, vagy. De úgy voltam, hát még mindig jobb, mint Olaszországba visszamenni, lesz, ami lesz. Korábbi életedben nem hallottál arról, hogy ez mit jelent? Nem, egyáltalán. És akkor elém tettek ott papírokat, érted, aláírtak fel minden hülyeséget, tehát úgy voltam el, amíg nem bántanak, meg... Tehát nagyon jól bántak velem, hogy mondjam. Tehát majd, hogy nem, lekenyerezik az embert, szó szerint. Tehát olyan értelemben, hogy ma simogatnak, de amikor miután aláírtad azt a papírt, utána rögtön kapsz egy nagy pofont és a helyedre tesznek. Hogy tudd, hogy honnan jöttél. A papír persze úgy írtad el, hogy mukkot nem tudtál franciául. Semmit. Párin és a Légión kívül. Igen. Akkor jött egy tolmács, egy őrmesteri rangban lévő magyar, aki már 10 éve volt ott. És elmagyarázta nekem, hát, hogy igen, aláírtam 5 évet, akkor már most úgy lefogyott úgy valahogy az arcom, hogy 5 évre jöttem. De mondta, hogy ne aggódjak, ha jó katona leszek, nem lesz semmi gond, meg minden, de hogyha szökni akarok, úgy szökjek meg, hogy ne találjanak meg, mert akkor régen rossz nekem. Szóval nem részletezte, hogy mi lesz velem, de akkor azt meg fogom bánni, azt mondta. Egyszer lefagyottam most, hogy mégis az arcára, amikor közöltem el, hogy hány éves vagyok. Mert elméletileg nem vetett volna fel. De szóval megnézett, érted, 1,88, magas voltam aránylag.
jó kondícióban. Azt mondta, az orvosi megfelelek, ez nem fog számítani. De az életkoromat megváltoztatjuk papíron, meg ha akarom a nevemet is, szóval ilyen gondok nincsenek náluk. Még akkor mindig nem voltál 18 éves? Dehogy voltam, hát ez 16 és fél éves voltam, tehát 2 hónapot töltöttem Olaszországban, és rögtön utána oda kerültem. Mi volt számodra a legelviselhetetlenebb mondjuk ebben az életben, ebben a légiós életben? Talán az, hogy megaláznak, nem hagyják, hogy gondolkodjak. Tehát mindig gondolkodik helyettem valaki. Nem tehetem azt, amit akarok, az emberek java végül is. Olyan menj oda, érted, akinek vagy nincsen senkije, vagy mert nem tud mit csinálni az életben, vagy mert egy szadista valaki, aki ki akarja élvezni azt, hogy hát ha majd ő ott azt csinálhat, amit akar, akkor azt fogja csinálni. De egyébként Patria Nostra, tehát új család. Tehát új haza, új család elnevezése. Tehát van egy ilyen jelszava a légiónak, egy felirattan végül is. De ettől függetlenül, tehát klanokra oszlanak belül is, tehát angol nemzetiségű, jugoszláv, amerikai, vagy mondhatnék németet, vagy bármilyet végül is. Magyar társak nem voltak? Túl azon az első őrmesteren, akivel találkoztál? Volt egy társam, Danielnek hívták, Diviki Danielnek. Ő nagyon jó barátom lett, az egyedüli barátom, aki volt az eddigi életemben. Több barátom nincs is, haverjaim vannak, de barátom csak ő volt, nem is lesz több. Hol mindenütt vetettek be benneteket? Egyáltalán miután túl vagytok a kiképzésen, milyen fajta területeken alkalmazzák az idegen légiósokat? Tehát választhatsz, hogy melyik ezredhez szeretnél elkerülni. Van 9 ezred a légiónak, vagy 10, most már nem is tudom pontosan, a világ különböző részein, itt beleértve, Francia Guyanától kezdve, tehát ahol van például a Kourou, a rakéta fellövő támaszpont, vagy mit tudom én, a Vörös-tengernél Djibouti. Ott te hova kerültél? Én Korzikára kerültem, az egytelenősekhez. Te olvashatod 1986-ban, nem akarok országot mondani, mindegy. Egy afrikai ország, hogy ebben meg ebben az országban a feketék megint lázonganak, megölték XX politikusaikat, tehát nem egyet, többet, testőreiket, mert meg akarják dönteni a kormányt. Na most egy ilyen feladatot végrehajtottunk, nem sokan, egy szakasz, tehát likvidálnunk kellett tiszteket. Már a saját országbeli tiszteket, az adott országbeli igen, tiszteket. Igen, tehát olyan katonatiszteket, akik meg voltak bízva azzal, hogy a testőrei bizonyos politikus személyeknek. Tehát likvidálnunk kellett a tiszteket, a politikus személyeket velük együtt. Ide például hogy vetettek be benneteket? Ugyancsak így ejtőernyővel, bocsánat, hogy ilyen naívakat kérdezek, de hát tőlem ez olyan távoli, mint hogyha tehát legalábbis egy romantikus filmet mesélnél. Egy romantikus film, de a valóságban a pokol egy játszótér ez a romantikus filmhez képest. Szerintem legalábbis. Ezt azért merem így állítani, mert sok ember mondja, hogy semmiség meghúzni azt a ravaszt. De aki már meghúzta azt a ravaszt, az biztosan tudja, hogy nem olyan semmiség meghúzni azt a ravaszt. Mert azért na, hát szóval kell hozzá azért egy kis erő. Már belső erő. Igen, mert végül is főleg úgy, mint én úgy érzem, senkinek nincs joga az, hogy elvegye egy másik ember életét. Az más dolog, hogyha kell, én elveszem. Mert főleg olyanét venném el, aki megpróbálja az enyémet is elvenni. Gondolkodás nélkül elvenném tőle. Akkor. Tudom, hogy nincs hozzá jogom, de megtenném. Tehát ha veszélyben lennék. Az ott egy más tészta volt, mert végül is aláírtam egy szerződést, tehát katonája lettem egy országnak, felesküdtem egy zászlóra. Visszatérve a történethez, tehát először ejtőernyővel dobtak ki minket egy bizonyos részre, onnan tovább kellett mennünk gyalog. Tehát nem mehettünk oda közvetlenül. Kaptunk egy más nemzet egyenruháját, vettük magunkra, fegyverzetét, meg tehát olyan neveket kaptunk bilétákon, ami az, tehát a véletlen valamelyikünknek a testét véletlen meg is találják, vagy ezt a bilétáját, ha nem sikerül levenni róla, akkor ne gondolják azt, hogy ez Franciaországból jött, vagy... Tehát álcáztak benneteket. Igen, és de ezen kívül persze az is meg volt hagyva. Valamelyik társunk, tehát mondjuk van egy nagyon jó barátod, ő meghal melletted, akkor neked az a feladatod, hogy az ő testét felgyújtod. Ott helyszínen, ha nincs időd elásni szó szerint, mert végülis ez nem egy temetés. Elhantolod. Kész. Kellett neked ilyet csinálni? Egyszer csináltam.
És aztán hogy folytatódott az akció? Szóval folytattuk gyalogosan. Időnk, hát nem voltunk időhöz kötve, de mégis olyan fanatikusak a vezetőink, vagy voltak a vezetőink, bocsánat, hogy eleve versenyeztek abban, hogy mennyire tudják kihajtani a saját embereiket, mennyire gyorsan tudnak célhoz érni, mit tudom én, meg kell tenned 200 kilométert, akkor volt olyan hadnagyunk, hogy megállás nélkül megtettük a 200 kilométert. Tehát felszerelése minden együtt, egyél menet közben, aludjál menet közben, meg figyeljél menet közben, tehát nincs megállás. Behatoltunk ebbe az országba, éjszaka, tehát nekünk már eleve megvolt, hogy hová kell mennünk, kik vannak ott, meg hogy senkit nem hagyhatunk ott élve, aki bent van. Legyen az a miniszter úrnak a komornyékja, vagy a főszakácsa, vagy akárki. Tehát aki lát bennünket, az ne tudjon arról beszélni, hogy minket látott. Nagyon egyszerű. Végrehajtottátok a feladatot? Megcsináltuk. Mindenkit kinyírtatok? Aki ott volt. Ezt magadban ilyenkor hogyan intézted el? Én nem vagy gondolt, már megszűnt a gondolkodás? Persze nem gondoltam én semmire. És valahol talán elérték a céljukat, mert végül is céljuk volt. Tehát olyan leszel, mint egy robot. Vagy csak kikapcsolsz arra az időre, amíg dolgozol. Végülis én ezt a munkámnak vettem. Hát végül is az volt. Hát rendben van, de hát mégiscsak emberéleteket vettél el a munkád során, még a munkád során is. Lehet. Királynő. Márciusi nap. Nagy a te hatalmad. Csodatevően fenséges eljöveteled. Hozzád lépek, hogy elérjem a hajad. De a tenger viharos, és megfélemlíti árnyékomat. Királynőm, szeretnék dalolni neked lelkem varázsló szavaival. Századokat átidó szenvedéllyel, nézzünk szét egymás szemében. Fehér rózsaszál. Egy fekete pillangó téged poroz. A sorsom hozzád suttog. Nyisd ki szírmajdat, és tavaszi szellőként simogatom gyönyörű hajdat. Ha tudnád, hogy mennyire szeretlek, akkor Istenednek neveznél engem. Az idegen légiót a többség a pénzért vállalja? Tehát ezt nagyon jól megfizetik? Erről van szó? Abban az időben, tehát 1984-től, amíg ott voltam, elég jól megfizették. Például, mint első osztályú katona, tehát mint őrvezető, tizedes iskoláig nem jutottam el emiatt a zászlós ügy miatt. Kerestem Korzikán, tehát helyben olyan 6,5-7 ezer francia frankot abban az időben. Havonta? Igen. Az azért jó pénz. És tisztán, tehát levonták a rendes, nem tudom mennyi volt a rendes keresetem. De ezt tehát ennyit készhez kaptam. Tehát levontak adókat velem, mit tudom én még. Ennyit készhez kaptam. Ezen felül, hogyha bevetés volt, akkor háromszoros zsoldot kaptál. Vagy, ha tengeren túra mentél, akkor is olyan 2-2,5 zsoldot. Tehát elve kaptunk veszélyességi pótlékot, meg mit tudom én méket. Ott elve... is van ilyen. Persze. Meglepő módon. Hát, hány évet húztál az idegen légióban? Hát kb. 2,5-3 évet. És utána gondolom egy módon lehetett onnan távozni, megszöktél. Így is mondhatjuk. Végül is szabadságra indultam, de úgy mentem el szabadságra, hogy megszököm. Tehát eldöntöttük a barátommal együtt, hogy kiváltjuk az ipart és privátok leszünk. Elmentünk Belgiumba. Akkor már nem volt pénzünk. Hárman megérkeztünk, egy lány volt velünk. Elég körülményes elmesélni, hogy szedtük össze. Mondjuk érdekes história, de ez nem tartozik ide. Szóval hárman megérkeztünk Belgiumba, szeptember 1-én. 86-ban. Szeptember 4-én kiraboltunk egy bankot. Remény. Mint egy sötét éjszaka, sápat vagyok. Elvesztettem a holdat. Kihívóan szép vagy. Szemeim elvakulnak. Téged ez hidegen hagy. Szerelmed mély szakadék számomra. Tisztaságod csillogó szemeit titkolják. Te vagy a hatalmasság. Életem reménytelen. Pokolban ítélésre ítéltél engem.
ahol egyoldalú szerelmünket élem. Ezek a határok, reményt vesztett arcok, elhagyott szerelmet. Ezek a nappalok, ezek az éjszakák remegtetőek nélküled. Mérgező szíved lerombolhatja életemet, szerelmes lelkemet. Boldogabb leszel? Ne hidd, én nem adom fel soha a friss virágot, sugárzó arcodat. Fénysugara mártatlan, s oly gyöngéd és erőszakos, felkelő virág vagyok. Porig bírom a nyomorúságot, mert napfényed a rabságom. Barátomnak nagyon jó kapcsolatai voltak ott ilyen alvilági körökben, mert előtte ő ott élt Belgiumban már. Tehát ő már 1980 óta élt ott, és jó körökben mozgott ilyen téren. És lett két társunk még, négyen kilámoltunk egy bankot. Na most ezt megint olyan hétköznapi módon mondod, de azért itt egy picit szeretném elidőznénk. Hogy... hogy érted, hogy hétköznapi módon? Hát úgy, mintha ez legalábbis mindennapos cselekedete lenne a legtöbb embernek. Jó, én azt tudom, hogy nem. Meg nehogy azt hitt, hogy olyan egyszerű kirámolni egy bankot, mint ahogy azt megnézed a televízióban. Hát azért az életben egészen más. Tehát ti pusztán pénzt akartatok szerezni, és ez látszott a legegyszerűbb megoldás, nem? Igen, mondjuk lehetett volna ennyire vele egy posta is, vagy egy páncélozott autó, vagy mit tudom én. Akkor ez jött. Azért lett megcsinálva az a bank, mert a társaink, tehát ez a két személy, nevezzük őket X-nek és Y-nak, mindegy, hogy milyen nemzetiségűek, már meg akarták ezt csinálni, csak nem sikerült nekük, sőt majdnem lebuktak ott. Ugyanennél a banknál, és mondtuk nekik, hogy meg fogjuk csinálni, már csak azért is. Meg is csináltuk. És a bankrablást hogy kell érteni, hogy nappal, amikor ügyfélforgalom van, akkor? Fényes nappal, 11 óra volt halál, pontosan. Ez egy nagy fiók volt, vagy egy kisebb fajta? Ez egy olyan kisebb fajta, nem volt olyan túlzott már. Viszont ígéretes mennyiségű pénz volt benne? Igen, de hát végül is nem azt találtuk, amit vártunk, mert elvitték előtte. Egy nappal állítólag már előtte elvitték a nagyobb összeget. Akkor mégsem volt elég alapos az a felderítő munka. Hát nem. Mondjuk pontosan kiterveltétek azt, hogy hány órakor ki mit fog csinálni, állarcban vagy anélkül? Anélkül. Így, ahogy vagyok. A saját ábrázatotokkal? Igen, mert legalábbis mi ketten a Danival. A többiek azok nem. Ők ki voltak dekorálva, ahogy egy színházban illik. Mert mi úgy voltunk vele, hogy már így is kerestek minket Franciaországban, hogy élve senki nem fog elkapni minket. Szóval tudtuk, hogy a szabadságunkért drágán fogunk fizetni egyszer, hogy valószínűleg saját vérünkkel. De úgy voltunk vele, ha az a pillanat eljön, ha el kell, hogy jöjjön, akkor úgyis el fog jönni. Akkor jöjjön. És akkor hogy zajlott a dolog? Végül is életed első bankrablása volt. Igen, nem voltam még 19 évesen. De épp 19 éves múltam. Augusztusban voltam 19 éves. Elég jól lezajlott. Megcsináltuk a munkát, ahogy kellett. Egy percen belül? Nem, ott maradtunk 5 percig. Szóval... A riasztók működésbe léptek? Semmi. Egyáltalán beléptetek, és mit mondtatok? Nem, először is, tehát olyan ajtó volt, hogy nem lehetett csak így kinyitni kívülről. Tehát neked be kellett csengetned, belülről megnéznek, és akkor beengednek. Mi vagy a Dani már ott volt előző nap. Tehát emlékeztek rá, mert azért láttál már róla a fényképet, szóval nem egy olyan feje van, amit csak úgy el lehet felejteni. És látták, hogy volt ott előző nap, nyitották az ajtót, ő ment előre. Ezt is úgy döntöttük el, hogy fej vagy írással, tehát hogy ő megye be, vagy én. De mindig csalt az ilyesminél, mert szóval ő idősebb volt nálam 6 évvel, tehát ennyivel tapasztaltabb is volt, ez nem szégyen, ez így van. És magára vállalta a veszélyt ilyen formán inkább? Nem hagyta, hogy magamra vállaljam, tehát végül is ő talán többet tanított nekem, mint a légió együttével. Ezt így elmondta. Tehát megtanított élni valahol, harcolni, meg ugyanúgy jónak lenni is, ha kell. És mennyi pénzt találtatok? Összesen, hát ez az, hogy elvitték, de körülbelül 200 000 dollárt vittünk el abból a bankból 5 perc alatt. 200 000, nem olyan nagy pénz ekkora kockázatú akcióért, nem? 200 000 dollár az mennyi pénz? De azt... 16-18 millió forint? Persze nem olyan nagy pénz, de hát akkor figyelj, ugyanezt mondhattad volna nekem a katonassággal is, hogy
egy hónapra 6-7 ezer francia frank, szintén nem ugyanolyan nagy pénz. Hát ebben látod, igazad van. Itt meg 5 percet dolgoztam, érte? És nem kellett megölnöm senkit. Mit kezdtetek a pénzzel, a 200 ezer dollárra? Hát négyen voltunk. Azt két fele osztottuk. Mi a Danéval, tudod, annyira, tehát úgy voltunk, hogy nem kellett, nem voltunk ilyen külön pénztárca, meg egy hülyeségeken. Hát együtt volt a pénzünk. Ha ő úgy akarta volna, hogy na most 5 perc múlva mindent elkölti valamire, akkor elkölti. Vagy ha én szerettem volna, akkor én. Szóval... Ti szinte testvérek kérettetek, igen, ugye? Hát jobban szerettem őt, mint a családomat. Érted? Tehát a családomat már nem láttam évek óta. Nagyon szerettem őket, meg nagyon szeretem őket. De Danéval együtt voltunk, tehát jóban, rosszban. Na most itt volt egy kis hunyóság a dolgokban, mert a társaink meg akartak duplázni minket. Az mit jelent? Hát fogják az összes pénzt és elviszik, minket meg mondjuk elküldenek a Szentpéterhez pókerozni. Aha, szóval, ilyesmi. Likvidálni akartak benneteket? Így is lehetne nevezni. Csak nem az fog kisülni, hogy ezzel szemben miután rájöttetek, ti likvidáltátok a saját társaitokat? Figyelj, ezt nem akarom részletezni, de valami ilyesmi történt. Tehát, hogy mondjam neked, én már eleve meg voltam kötözve. Tehát visszatérve a munkához, elmentünk az autóval a bankból, a Dani elment egyedül, hogy elviszi az autót és lerakja valahová. Mi hárma meg felmentünk egy lakásba, amit béreltünk. Na most ott fent érted, kiborítjuk a pénzt egy asztalra, nem is foglalkozok vele, hogy nagyon, szóval hát számogatják ott a többiek, amit az egyik srác, a másik csak néz kifelé az ablakon, oda megyek ehhez a srácot, hogy mégis azért én is ott legyek az asztalnál, mert úgy illik. És akkor jött a másik, tehát fegyvert fogott rám, és mondta, hogy üljek le. Ne szórakozzak, mert tudja, hogy honnan jöttem, tehát ne próbálkozzak, mert fölöslegesen nem akar lelőni, tehát ezt mondta. Ne húzd hosszan a történetet, mi lett a vége? Meghaltak. És ti ketten? Én nem. Megsemmisítettem? Én nem bántottam egyiket sem. Akkor Dani, a társam? Tehát eleve, amikor visszaért, úgy nyitott, hogy bejött az ajtón, és amikor látta, hogy mi van, tehát az elsőt azt lelőtte ott a helyszín, amelyiknél fegyver volt. Másik srácot érted utána, Dani szólt ennek a srácnak, hogy cimborát érted, be lett rakva valamiben, ha mindegy, hogy elviszik valahova, és a gyereket ott kinyújt tarkon mondta. Szóval nem nekem kellett ezt megcsinálnom. Királynő, szeretnék dalni neked lelkem varázsló szavaival, századokat átidaló szenvedéllyel, nézzünk szét egymás szemében. Fehér rózsaszálam, egy fekete pillangó téged poroz, a sorsom hozzád suttog. Nyisd ki szírmaidat, és tavaszi szellőként simogatom gyönyörű hajlat. Ha tudnád, hogy mennyire szeretlek, akkor Istenemnek neveznél engem. És akkor mind buktatok meg, ha ugyan megbuktatok? Végül is, tehát ez az, hogy nem bankrablás közben buktunk meg. Jó, kerestek minket, az egy dolog, Brüsszelből elmentünk. Tehát eltüntettünk minden nyomot, és elmentünk Brüsszelből. Antwerpenbe, ott is voltak ismerősök, szintén kaptunk egy lakást, vagy kis ideig várnunk kellett. Közben rendeltünk hamis papírokat magunknak, tehát francia útleveleket. És onnan van ez, hogy megkaptam a Gorcsai Iván nevet. Tehát valamikor rejtőkönyveket olvastam gyerekkoromban, és Dani felvette a Fülig Jimmy nevet, én meg a Gorcsai Iván nevet. Csak szóval, nem azt akarom mondani, hogy a hamis papírok erre a névre voltak kiállítva. Igen, igen. Szeptember 30-a volt. Hajnal. Tehát kimentünk a városba Danival, elkezdtünk iszogatni. És akkor jöttek az emlékek, tudod, leültünk teraszok, tehát a bároknak a teraszára, és ott beszélgettünk. Nem érdekelte őket se, őt se abban a pillanatban, milyen lány megy el mellette, vagy akármi, tehát semmi. Beszélgettünk a múltról, a jelenről és a jövőről. Tehát tervezgettünk, hogy mondjam, végül is, hogy... Valami körvonalazódott egyáltalán? Szóval volt nektek komoly tervetek? Igen, például olyan komoly, hát nem nagy terv, például az volt a vágyunk, hogy eljussunk Amerikába megnézni a szabadságszobrot, például. Szóval beszélgettünk, iszogattunk, ő vízkizett, én vodkáztam, de csak úgy tisztán. Aztán egyszer elindultunk hazafelé, aztán megálltunk egy diszkónál, dancing, diszkónál, igen, végül is diszkó, de szerettünk volna menni. A kidobó úgy kezdett, egy jó tagba szakadt emberke, hogy egyből érted, nagy trágáról, hogy rohadt részegek,
kurva anyátoknak jöttök ide, takarodjatok el innen, vagy adjatok nekem egy csomó dohányt, és akkor bemehettek. Így kezdett. Szóval nekünk a Danival szokásunk volt, hogy akármilyen helyre mentünk, nagy pénzeket adtunk, tehát az ilyen ajtónálónak is. Nem azért, hogy most megijedtünk tőle vagy valami, mert tudtuk, hogy nehezen keresi a kenyerét az ilyen ember is. Tehát, hogy hagyd legyen egy jó napja mondjuk például. De ez, hogy valaki így ránk szólt, érted? Hát ott kihúzta a gyufát egyből a fazon. Szóval... Megvertétek? Nem egészen, mert nem is akartunk hozzányúlni. Azt mondtuk neki, hogy nézze, mi akkor is be fogunk ide menni. Erre felé, tehát szóval megpróbáltunk elindulni befelé, Danit a gyerek meglökte. Tehát nem megütötte, csak meglökte, hogy kiesett a járdára. Erre felé odaugrottam és szétfejeltem a hapsit. Rögtön ekkor értem, már belőle is még kezdtek jönni kifelé. Oda mentem a Danihoz, felsegítettem a földről, és elindultunk, hogy elmegyünk. Nem tettünk meg egy 200-300 métert, tehát egy-két perc, hogy mehettünk, és csak megálltunk, egymásra tekintettünk, szó nélkül, és akkor fordultunk vissza. És akkor kezdődött a kavaré. Elhatároltátok ez egymásra tekintés, azt jelentette, hogy leszámoltok ezzel a hajtónál? Nem, ez azt jelentette, hogy bármi lesz, be fogunk menni. Csak azért is. Így van. Tehát önfejűség már megint. Igen. Na és elindultunk visszafelé, de mire odaértünk, tehát ezek már voltak, hogy 9-en, 10-en, nem tudom mennyi. Tehát az utcában, az összes bárban, meg ide hogy az összes kidobó odajött, érted? Ugye hát csak ezek között meg volt beszélve egy fűtő, és akkor már mindenki jön. Na most ez a kidobó ugye valami nagy kungfus gyerek volt, tehát ugye menő manó. Dani bebizonyította neki, hogy a 44-es magnumnál nincs menőbb, lelőtte egy az egybe. Ő rántotta a fegyverét és lelőtte. Persze, ezt hát még egy olyan 10-15 méterre lehettünk tőlük, tehát a sok embertől, és tudod, már gyűrték az ingeket, meg ilyen dolgok. 10-15 méterre lehettünk tőlük, és akkor a Dani érted rájuk kiáltott, hogy á, nektek pénz kell, hogy bemessünk, adok én nektek mindjárt pénz helyett. És akkor már rántott és már tüzelt is. És indultunk hazafelé, és abban a pillanatban olyan 3-400 méterre lehettünk már csak a végállomásunktól, amikor egyszer csak egy nagy fékezés érted a hátunk mögött, de már előtte egy 2-3 másodperccel már megint tudod, jött az a reflex, és egymásra tekintettünk, hogy miért ilyen kihalt itt az utca hirtelen, tudod? Alig-alig volt egy pár ember, de abban a pillanatban már késő volt, már akkor hallottunk távol egy fékezést, megfordultunk, és abban a pillanatban a két golyót kaptam a testembe, a felső testembe. A májamat egyből átlőtték, azt éreztem. És rögtön, tehát egy tized másodperc múlva már nekünk is fegyver volt a kézben, és ugyanúgy sortűzzel válaszoltunk. És túléltétek? Hát te itt vagy. Jó, én. Na mindegy. És vége az lett, hogy lerúgták rólam Dani testét, és akkor én már komában voltam. Tehát a szemem fel volt akadva, csak a fehérje látszott, és folytak a könnyeim. Miközben mesed a történetet, átsiklasz, de ami a korábbiakból, vagy az előzményekből kiderült, a legjobb barátodat veszítetted el. Igen. Tehát úgy védett engem, mint egy anyatigris a gyermekét. Tehát ezért nincsenek barátaim. Mert jó, nem akarok más embereket őhozzá hasonlítani, mert egyik oldalról se lehetne. Meg nincs is jogom hozzá. De figyelj, amikor egy ember odaadja az életét azért, hogy te élj, akkor neked nagyon nehéz, vagy legalábbis én nem bírok. Nem bírok magamnak találni olyan embert, akire azt mondjam, hogy a barátom. Hány évre ítéltek? Először 7 évre ítéltek el, utána elítéltek, tehát a legfelsőbb bíróság 11 évre ítélt. 1987. december 24-én karácsony napján. És 15 évet kért a főgyész, 11-et kaptam, mondván, hogy karácsony van. Kaptam egy kis amnestiát, meg ugye Magyarországon megváltozott a politikai rendszer 1988-ban, ez is közre játszott. Azért jöttem vissza, mert tudtam azt, hogy ha nem jövök ide vissza, le fogom ülni a 11 évemet, tehát nem fog elengedni Belgium, mert egy ország se fog fogadni a múltammal. A másik dolog, a szüleimet akartam látni. Tehát akkor már évek óta nem láttam őket. Ők mit szólnak mindehhez? Tudják a történetet ilyen részletességgel? Hát... Vagy a televízióból fognak értesülni néhány fejezetről? Inkább lehet. Manapság itthon mit csinálsz, vagy miből élsz? Dolgoztam egy ideig, mint rendfenntartó voltam, tehát ilyen szórakozó, mint kidobó ember, így is lehet mondani. Na tessék. Rablóból pandúr.
És lehet, hogy rablóból pandó lenne. Nem, hát ezt az előző történethez mondtam, hogy ott végső soron a végzeteteket egy kidobó legény okozta. Igen. Itt írok verseket. Festeni itt nem festettem, mert csak egyetlen egy festményt festettem életemben. Arra az egyik versem adott ikletet, azt a börtönben készítettem azt a festményt, és az volt az egész. Szóval... Néha zongorázgatsz, mint láthattam. Tanulgatok. A verseknél tudod, hogy jön magától. Tehát nem kell, nem is tudom. És nem az, hogy könnyebb vagy nem könnyebb. Az jön, az nem tudom. Nem tudom megmagyarázni. Egyszerűen jön olyan, mintha nem tudom, valaki ott fentről, érted, megfognál a kezemet, hogy írjak. És jön. Meg szeretem. Nagyon szeretem. Szóval érdekes ember vagy azért, csak ide tudok kiukadni. Egyfelől terrorista. Mafiózó. Mégis terroristaként írtak hát, rólam először a lapok. Na ugye. Egyfelől. Szóval, de mindenképpen megfeleltél a egykor gyerekkorodban kapott becenevednek, hogy maffia. Véletlen. Ugyanakkor pedig ilyen szép lelkű versek írója, de... festő, zongorázgató. Azt próbálom egyvégtében itt megfejteni, ennek lehet, hogy nem adtam elégszer hangot, de hát nem is ez a fontos, hogy ki vagy te voltak éppen, meg milyen ember. Isten utolsó gyermeke. Hát, maradjunk talán ennyiben. De most már csak Ivánnak hívnak, tudod? Most már csak Ivánnak hívnak? Persze, mindenki Ivánnak hív. Jó, hát akkor ennyiben maradunk, hogy most már csak Iván. Aztán a többit rábízunk a nézőre, jó? Jó. Mindenki úgy legyen, mondd el Isten. Ámen. Fekete mágán égetik testemet, vörös lángok falják lelkemet. Kígyók láncják le kezeimet, a vérembe oltják mérgüket. A tűzen át hazamegyek, mert kőszívek vagytok emberek. Szaggatottan a sötétség felé járkálok, hol a halottak sírdombokat ásnak az élőknek. Kirántom kardomat, s harcolok. Aranykehelyből vért iszom, mert a szűzlány rajtam mosolyog. Barbár vagyok. A fekete napban négy aranypiramis van, míg a sárgában vörös rózsám szerelmet van. Sápadtak zöld levelei, mert az Úr az én sorsom fekete kardját szereti. S vitorlásaim sorsát sodorják a szelek, rubintos szemeitekkel sátánnak néztek. Megkoronázott kígyófejek, én nem félek tőletek. Hol sápadtan forgoldik a föld, keresztre feszítettétek Istenemet, ezért bűnöző szemeim vért könnyeznek.